Nomcsi! Végére maradsz! Liza ide! Anya! A kanyarig galocsasz! A kanyar közepén galocsasz, olyan kényelmes, és onnan tesztek rá egy Übert, és épp, hogy szusszannak egy kicsit, és mehet a sárga is. De épp, hogy egy picit. Tehát egy nagyon erős Übert, nem többet, jó? Nem. Na itt van, Icuska, ott van, de anya, tehát a kanyar közepéig galocsasz, jó? Nem becsúj. És onnan ráteszek egy kicsit, benn vagytok az egyenesbe, picit megmarkolom, épp, hogy finoman szusszanjon egyet egy jó erős Übertét, azt csókolom. Jó? Ügyikén. Ne sokat, péntek van, dendibe van meló, van egy jó futás is, úgyhogy jóval kevesebbet, mint gondolnád. Nem fog szólni, ha kevesebbet jövünk. Na. Tehát Dendi, Icus és Lizus. És van még két futónk. Egyiket úgy hívják, hogy Gizike. Sajnos nem tudtuk az állatorvosi előtt megoldani ezeket a futóval. Kijövünk valamit, úgyhogy tengtünk, csak vártunk. Na mindegy. Egon Csődike van, és Gizi, amik jönnek, egy kényelmeset, itt semmi exkluzív. Többiekkel megyünk, Tamát, ugye meló, keményen meló neki, arra felülök. 11-től mondja az esőt, nem tud kivédeni. Jó, megyünk. 4 futónk van, dolgozgatunk. Sok mindent mostában nem tudok venni, ugye. Hát amit tudok, tudok, mert ugye Lóháton is vagyok. Fölvettem itt egy melót Lóháton, de hát az olyan is volt, csak kilódás volt nekem, de abban megoldottam, de nem jó. Tehát akkor én kiesek, tegnap is itt mentek, vagy 3 lattal, vagy 2-vel még én nem voltam jelen. Na mindegy, Tamánál ugyanez lesz, úgyhogy megyek avval is, Tamuskával, melót. Befordultak a cilák, ugye. Skinnyvel ott várogat, majd Nomcsi nem akar sokat jönni, nem eszik jól a kanca futvasárnap. A Dendibe van egy jó futás, neki se kell mások. Tehát remélem, hogy inkább lassabban is jövünk. Persze az imálót mennek. Szerintem tökéletes. Érezte Lilike, hogy elég is ennyi, így van. Icuka is jól jön. Na is menj fel, mellé. Nagyon jó! Szuper! Bőven elég! Bőven!